Furcsa érzés volt vasárnap kora délután Marosvásárhely főterén lenni, ahol a hivatalosságokon és a sajton kívül kis számú érdeklődő jelenlétében végre sikerült felavatni Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát. Sors Zoltán, Marosvásárhely polgármester ünnepi beszédében elmondta, több mint 4 éve határozott a Marosvásárhelyi Városi Tanács a szobor felállításáról, a leváltott városvezetés gáncsoskodása miatt azonban csak most lehetett a határozatot valóra váltani. Asemenea cărților și statuile au un destin al lor. Megemlítette, Bethlen Gábor kétszeresen is rászolgált arra, hogy a szobor Marosvásárhely főterén álljon. Ő a város atyja és keresztapja is, hiszen a szabadkirályi várossá való nyilvánítás mellett ő nevezte először a mai nevén Marosvásárhelyt. Polgármester úr, Bethlen Gábor szobrával vajon a tolerancia is Marosvásárhelyre fog költözni? Meggyőződésem, hogy az eddigi etnikai feszültségek hátterében egy mesterségesen generált konfliktus volt, hiszen a 20 évig városunkat vezető rendszernek az volt az érdeke, hogy a két közösség között legyen feszültség, hiszen akkor lehetett profitálni. Ez megváltozott, és úgy a román, mint a magyar közösség érdekeit, jogait tiszteletben tartva, én úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyen egy más korszak kezdetén vagyunk, és ennek eredményét is fogjuk látni. Lehet-e számítani a szobor védelmére, a szobor megbecsülésére? Tudja-e vajon ennek a városnak a lakossága, hogy 60 román papot szenteltetett fel Bethlen Gábor, és lefordítatta a Bibliát elsőként román nyelvre? Nyilván Bethlen Gábor személyiségét nem megfelelően ismerik a román nemzettársaink, és ennek megfelelően lesz a tér kiképzése kapcsán fölállítva egy olyan tájékoztatás román-magyar-angol nyelven, ahol szó lesz Bethlen Gábor érdemeiről, hogy mit tett a kultúráért, és nem csak a magyar, hanem a román és a szász kultúráért egyaránt, ahonnan tájékozódni tudnak. Talán az egy érdekes megközelítés, az egyik román kolléga megkérdezett egy történészt, aki talán nacionalistább beállítottság, hogy tud-e rosszat mondani Bethlen Gáborról, és azt mondta, hogy nem tud rosszat mondani Bethlen Gáborról. Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében megemlítette, a magyarság megmaradása tömbben és szorványban egyaránt csak úgy garantálható, ha követjük a Bethlen Gábor által járt utat. 2015 óta Böjte Csaba javaslatára, illetve az RMDS javaslatára a Magyarországgyűlés határozata értelmében november 15-e, Bethlen Gábor születés és halálának napja, a magyar szorvány napja. Ez a nap figyelmeztet bennünket arra, hogy a szorvány megsegítése, a szorvány megmentése és megőrzése számunkra, a magyarok számára egy nagyon fontos feladat, hiszen ha a szorványt feladjuk Dél-Erdélybe, Románia szerte, akkor utána több magyarság következik. Bethlen Gábornak az uralkodása, az ő tettei bizonyítják azt, hogy minden nehéz helyzetből van talpraállás, és hogyha az ember dolgozik és küzd, és összefogja az itt élő népeket, akkor igenis ez a vidék, illetve ez az ország Erdély tündérkerté varázsolható. Az ő rövid uralkodása, hiszen 1613-tól 29-ig volt Erdély fejedelme, 16 éven keresztül hozzájárult ahhoz, hogy ez a kis ország a történelmének az egyik legszebb korszakát élje. Ő nem csak a magyaroknak volt a fejedelme, hanem az itt élő minden népnek a fejedelme. Marosvásárhelyből ő csinált szabadkirályi várost, illetve emelte szabadkirályi városi rangra, és az itt élő minden nemzetiségnek reményt nyújtott, illetve egy gyors gazdasági fejlődést. Bethlen Gábor bő 4 évszázada tett egy gesztus az általa oly kedvelt Marosvásárhely lakóinak. Ezzel nem csak a fejedelem nyert egy hűszövetségest, hanem az általa képviselt eszmények és értékek is. Legyen hát ez a szobor ennek a hűségnek, ezekhez az eszményekhez való ragaszkodásunknak megerősítője és emlékeztetője. Hálás vagyok, hogy itt állhatok a mai napon, egyik kezdeményezőjeként,
annak a törekvésnek, hogy a vásárhelyi utókor egy szoborral fejezte ki háláját Bethlen Gábor előtt. Köszönetemet fejezem ki egyúttal mindazok fele, akik az elmúlt csaknem 4 év alatt ragaszkodtak ehhez az ideához. Vas Levente képviselő úrnak, Kali Istvánnak, hogy megcselekedték azt, amit meg kellett cselekedni, Harmat István és Sánta Csaba szomrászművészeknek, hogy mindvégig kitartottak. Hirdesse ez a szobor nemzedékről nemzedékre a mindenható Isten szeretetét és hűségét. Miután Jakab István, a Marosmezőségi Református Egyházmegye esperese megáldotta, Sós Zoltán polgármester, Kelemen Hunor az RMDS elnöke, Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, és Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke leplezte le Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát. Az ünnepségen részt vett dr. Vas Levente parlamenti képviselő is, aki, mint a marosvásárhelyi RMDS elnöke, éveken keresztül küzdött a szoborért. Hogyan nézte végig a leleplezést? Hogyha most nem lenne maszk az arcomon, akkor valami ahhoz hasonló mosolyt látna Veronka az arcomon, mint amikor az ember szeretett gyermekére, öregedő édesanyjára, nehezebben gondolkodó, de sok-sok tapasztalatot átadó nagymamájára néz. És politikusként nem illik, hogy elérzékenyüljön az ember, és hál' Istennek a maszk takarja az elérzékenyülést is, azonban nagyon örvendek, hogy itt lehettem, nagyon örvendek, hogy a csapattal együtt, közösen, sok-sok megálmodóval igazából, de az elmúlt 3 évben megvalósíthattuk, és engedje meg, hogy elmondjam, hogy Bethlen Gábori időket éltünk az elmúlt 3 évben sokféle szempontból, és visszatérek arra, amit az előbb is mondtam, hiszen nem akadályozták. Nem akadályozták olyan mértékben ennek a szobornak a felállítását, mint ahogy azt gondolnánk. Marosvásárhelyen teljesen természetesen vannak olyan helyzetek, amikor magyar emberek és román emberek egyformán nem mernek a saját közösségük előtt fölvállalni bizonyos dolgokat, azonban ezentúl volt egy őszinte kommunikáció, és hogyha nem lehetett itt egy papírt Marosvásárhelyen aláírni, akkor ha megértéssel közelítettük a dolgokat, elmentünk Szebenbe, aláírattattuk ott a papírokat, és azt majd második vonalban leírták a marosvásárhelyi magyar, illetve a román emberek is. Ez az, amiért én azt gondolom, hogy Bethlen Gábor mindannyiunknak a szobra lesz itt Marosvásárhelyen. Igazából a politikai változás, ami 2020-ban történt, 2020 szeptemberében, azt már 2-3 évvel előtte megelőzte az a szándék, mind a magyar fél, mind pedig a román fél számáról, hogy részéről, hogy igazából közös városfejlesztés, közös stratégia alakítás legyen. Nekem megadatott az a lehetőség, hogy ebben a 3 évben legyek a Marosvásárhelyi RMDS vezetője, parlamenti képviselő, és úgy, ahogy Bethlen Gábor is mondta, igyekeztem megtenni azt, és a csapatommal megtenni azt, amit lehet. Ennek a gyümölcse igazából, ennek is a gyümölcse az, hogy ma november 15-én Bethlen Gábor szobrot avathatunk, 3 évvel azután, ahogy meghirdettük a pályázatot, és úgy gondolom, hogy Bethlen Gábor a jelképe lesz ennek az együttdolgozásnak a további fejlesztéséhez, hiszen Bethlen Gábor magyar vonatkozású dolgait ismételni talán nem kell, mert mindannyian tudjuk, hogy a 17. század egyik legjelentősebb magyar politikusa volt, magyar gondolkodója volt, azonban román oldalon is több fejedelmet kiszolgálva, úgy, ahogy elmondták, börtönt is megülve, Bethlen Gábor volt az, aki a szászokkal kibékítette a magyarokat és a románokat Erdélyben. Bethlen Gábor volt, aki román papokat szentelt. Bethlen Gábor volt, aki tanácsadójának más gondolkodású, akkoriban más vallású embereket is fölvett. És én azt hiszem, hogy a 17. században egy ilyen gondolkodó embernek a szobrát, ha Marosvásárhelyen az elkövetkezendőkben láthatjuk, akkor minden nap, mind a román, mind a magyar emberek számára eszünkbe juttatja, hogy csak közösen lehet menni a 21. században Európában. A fejedelmet Harmat István szobrászművész mintázta meg, és Sánta Csaba szobrászművész szovátai műhelyében öntötték bronzba. Sors Zoltán nemrég megválasztott polgármester reményét fejezte ki,
hogy 2021. április 29-én Marosvásárhely várossá nyilvánításának 405. évfordulóján immár járványügyi korlátozások nélkül egy méltó ünnepség keretében idézhetik majd fel Bethlen Gábor nagyságát.